Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárságának nevében. Két dologért, két stratégiai célért dolgozunk napjainkban az államtitkárságon. Az egyik az, hogy jusson el mindenkihez, Magyarország minden egyes állampolgárához, és a körülöttünk lévő országokban élő magyarokhoz mindez a kulturális érték, amelyre büszkék vagyunk, méltón vagyunk büszkék. És dolgozunk azért, hogy minél többek részt vehessenek ennek a kultúrának a megújításában, ennek a kultúrának a nap mint nap való megélésében. A másik stratégiai célunk az, hogy azok a közösségek, azok a családok, azok az egyének, amelyek hordozzák ezt a kulturális tartalmat, ezt a kulturális örökséget, ezek a közösségek és az általuk hordozott kultúra válhasson minden egyes település, minden egyes városrész társadalmi-gazdasági fejlődésének a motorjává. Ezeket a célokat két fogalommal szoktuk jelezni. Az egyik a kulturális alapellátás, jusson el mindenkihez és vehessen részt benne mindenki, és a kulturális közösségfejlesztés, tehát hogy a közösségek valódi erőforrássá váljanak társadalmi-gazdasági fejlődésünknek. Akkor, amikor adventet ünnepeljük, akkor, amikor várjuk a karácsonyt, akkor, amikor minden héten egyel-egyel több gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, akkor az amellett, hogy várakozás, amellett, hogy készülődés, amellett az egymás felé fordulásnak az ideje is. Hiszen 4 hét múlva eljön az új év, amikor számvetünk és tervezünk, előtte pedig ünnepeljük Krisztus születését. Ez az idő, amikor elcsendesedünk, amikor egymás felé fordulunk, amikor készülünk erre a számvetésre. Azt gondolom, hogy napjainkban sok feladat áll előttünk. Mi azt szoktuk mondani, hogy az egyik legfontosabb feladat az a közösségek megerősítése, a közösségekben való együttgondolkodás, a közösségekben való dolgozás képességének a visszatanítása. De egy másik nagyon fontos szempont, hogy forduljunk egymás felé. Lássuk meg egymásban a jót, lássuk meg egymásban azt, ami különbözővé tesz minket, de éppen emiatt sokszínűvé is. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a nemzetiségeket ünnepeljük, akkor, amikor Magyarország nemzetiségeit ünnepeljük, akkor ez az egymás felé fordulás lehet egy fontos feladat. Lássuk meg, hogy miben vagyunk különbözőek, és lássuk meg, hogy miben vagyunk azonosak. Azonosak vagyunk magyarságunkban, azonosak vagyunk az egymás felé fordulásban, és különbözőek vagyunk a nemzetiségünkben, de ez csak még színesebbé és még többé tesz minket. Én azt kívánom, hogy ebben az egymás felé fordulásban tudjunk minél több gyönyörűséget meglátni, és ezzel az egymás felé fordulással készülőjünk az adventre, várjuk Krisztus születését, és majd akkor, amikor visszatekintünk az évre, akkor azt éljük meg, arra jöjjünk rá, hogy gazdag évünk volt, és azt várjuk, hogy minél gazdagabb évünk legyen. Ezzel a gondolattal nyitom meg a mostani nemzetiségi gálát, kívánok Önöknek áldott karácsonyi ünnepeket, majd boldog egészségben és egymás felé fordulásban gazdag új esztendőt. Köszönöm szépen!